Eddig három alkalommal találkozott egymás ellen az NB1-ben a Kecskemét és a Zalaegerszeg együttes, és mindhárom mérkőzést a hazaiak nyerték, és ezúttal is a Kecskemét előtt adódik az első helyzet, tehát Lila felsőben a kecskemétieket láthatják, és Mondfai fejesenek mellé az ötödik percben. Aztán a Ferencvárostól érkezett Holzer kirúgása gyakorlatilag gólpassz, és Vlaszák véd óriási bravúrral, még Alen Pjevics ismételhetett volna. Csordás hagyta ki egyébként a második hazai zicsert. Továbbra is támadásban a Kecskemét. Itt úgy néz ki, hogy fel tudnak szabadítani az egerszegiek, no de aztán Mondfai megoldja egyedül, idei tizedik gólját szerzi, és ezzel előny a Kecskemétnél. Az egész ugye úgy kezdődött, hogy Illés Gyula hibázott, és Csukics, nézzék csak, ilyen pókfocisan adja a gólpaszt végül is Mondfainak. Nagyon szép a csel, itt már esélye sincs Vlaszáknak, sem a védőnek. Vezet tehát a Kecskemét a tizedik percben. Aztán a félidő legvégén egyenlíthetne az Zalaegerszeg, de a debütáló Holzer kivédi Rudnyevs lövését. 45 perc után tehát 1-0 a Kecskemétnek. Itt pedig egy hatalmas zicser Csordás előtt, és Csordás a második helyzetéből már gólt is szerez, 2-0, mindez a 66. percben. Csuki csata egyébként a gólpaszt Csordásnak. És még ki sem örülhették magukat igazán a kecskemétiek. Már is jön a lélektanilag nagy sokat jelentő szépítés. Máté beadása után Rudnyevs ezt már nem hibázza el. Teljesen tisztán fejelhet. És ezúttal Holzer sem tud még csak mozdulni sem. Aztán az utolsó perc a találkozón, és az addig kiválóan teljesítő Holzer mellé nyúl, Magasföldi pedig szabadrugásból kiegyenlít, vagyis pontot ment az Zalaegerszegnek. Rendkívül kellemetlen, tegyük hozzá, de hát azért ebben nagyon benne volt a kecskemétiek kapusa. A végeredmény tehát Kecskemét, Zalaegerszeg 2-2, vagyis Urbányi Istvánnal továbbra is nyeretlen még a Kecskemét.